Kedves hallgatók, az ókori matematika ugye, eredmények összefoglalásában elértünk az utolsó részhez. A geometria csúcsáról, Görögországról, a görög geometriáról fogunk beszélni a következőkben. Ez ugye a fizika kultúrtörténete 1.4.5-ös alfejezetében olvasható. Kérem, azért azt is lapozzák föl, ne csak a videót nézzék meg. Nos, Egyiptomban és Mesopotámiában nagyon értettek a geometriához, elég az építményeikre nézni, például a piramisoknak a pontos méretei, vagy az égtáj szerinti tájolása, de aztán a földmérési dolgaik is nagyon fejlettek, vagy a mezopotámi csatorna építések tükrözik azt, hogy a geometriához praktikus szempontból nagyon értettek. De az ókor geometria csúcsát Görögországban érje el nagyon sok eredményt a görgök nem maguk találtak ki. Nagyon sok eredményt átvettek másoktól. Például úgy néz ki, hogy Pitagoras, a Pitagoras tételt azt mezopotámiában tanulta, mert járt ott, de aztán, mint mondtuk, Pitagoras adott egy bizonyítást erre a dologra. Mint mondani fogjuk, bocsánat. Tehát Pitagoras adott egy egy, bizony, egy másik bizonyítást a, a, a mezopotámiakhoz képest. És azt is tudjuk, hogy az egyiptomiak is ismerték a tételt. De a görögök nem is abban voltak a legjobbak, hogy ö, nagyon újakat találtak ki, hanem elkezdték nagyon széles körben alkalmazni vizsgálták a geometria és az esztétika kapcsolatát, és az például az épületeikbe, szobra, szobraikba nagyon sokszor megjelennek az érdekes geometria alakzatok, de ami a legfontosabb, ők voltak azok, akik a teljes geometriát egyetlen egy logikai rendszerbe foglalták össze, és itt érjel az ókori geometria csúcsát, majd tanuljuk Eukleidésznél. Nos, e mivel ez nem matematika történet óra, ezért csak kevés dolgot tudok megmutatni az ókori matematika dolgaiból, de néhány dologra utalnék. Például egy nagyon jelleg, jellemző gondolkozás az ókori görögökre, hogy azt mondták, hogy ha van egy szakaszunk, és azt ketté kell osztani, de nem az unalmas ke félbevágást szeretnénk, hanem valahogy két aszimmetrikus részre szeretnénk osztani, de ne legyen se túl aránytalan, se túl szimmetrikus, akkor azt mondták, hogy osszuk fel az úgynevezett aranymetszés szabálya szerint, azaz a kisebbik rész úgy aránylik a nagyobbikhoz, ezen az ábrán a B az a mint a nagyobbik az egészhez, mint A az A plusz B-hez. Így aránylik. Tehát azt mondták, hogy ez akkor egy szemnek kellemes felosztási arány lesz. Ma ezt úgy írnánk le, figyelem, ilyet nem írtak a görögök, ezt a mai hallgatóságnak írom így le, hogy az A plusz B az egész szakasz úgy aránylik az A-hoz, mint az A, a hez Így írnánk föl egyenlettel ezt a dolgot. Persze a görögök ezt inkább szerkesztették. De nem csak szakaszokat osztottak föl az aranymetszés arányának megfelelően, hanem Ö, például ilyen arányú téglalapokat alkalmaztak a építészetükben nagyon sokszor, nagyon sok helyen. Például, ha veszek egy AB oldalarányú téglalapot, úgyhogy ez az AB az előző ábráról van ide másolva, akkor ez egy ilyen szép téglalap lesz a görög esztétikai fogalmak szerint. De az az érdekes, hogyha a nagyobbik oldalára rámelek egy négyzetet, akkor ez a nagyobb téglalap az egész befoglalója, ez is ugyanilyen lesz, ez is ugyanennek az aranymetszés arányait fogja követni. És hogyha erre rárajzolnék a nagyobbik oldalára egy még nagyobb téglalapot, hát most ezt csak úgy kiccenően, nagyon durvá rajzoltam le, ennek is az oldalaránya ö, ugyanaz lenne, mint az eredeti téglalapnak a, az oldalaránya. Az e féle trükkös dolgokat a görögök, nagyon szerették és szépnek tartották, és az igazság a természetben is találkozhatunk ezzel például csigaházak szerkezeténél. De visszatérve a matematika történetére, a görögök azt mondták, hogy az ilyen téglalapok szépek, arányosak, és sok meglepő helyen is fölbukkan. Ma ezt úgy mondanánk, ezt az egyenletet, ha valaki megoldja a per b-re, mint változóra, hogy ez az oldalarány, az az A per B oldalarány, ez gyököt mínusz 1 per 2, bocsánat, ez a recip, ez a B per A, igazi ha valaki kiszámolja, az A per B a gyököt plusz 1 per 2, az egy irracionális szám, amit ugye a görögök nem szerettek leírni, nem is tudták jól leírni, de szerkeszteni tudták. Megvolt a módszerük, méghozzá sokféle módszert is adtak arra, hogy az aranymetszés arányát hogyan lehet Kiszerkeszteni Hát ma 3 tizedes egyre Ez az arány 0,618-nak Nevezhető És aztán még rengeteg problémát Megoldottak a görögök ö, Szerkesztési problémát Csak egy nagyon ö, Brutális problémát Mutatnék, hogyan szerkeztünk Térben szabályos dodeka Erre Eukleidész adott egy ö, Nagyon érdekes megoldást ki kell indulni egy kockából, látszik ez a kék-zöld lap, ez egy, egy kockának két lapja, és erre a kocka lapokra lehet ráemelni ezt a dodekaédert. édert. És ennek során az aranymetszés aránya is sok helyen fölbukkan ebben a szerkesztési problémában. Azt hiszem, ez egy olyan szerkesztés, ami még a, a mai hallgatóságnak is egy nehéz lenne, még olyanoknak is, akik kifejezetten ebbe merülnek el. És hát nem, nem is érdemes ezzel több időt tölteni, mert nem az volt a lényeg, és nem erről szeretnék beszélni, hogy milyen bonyolult problémákat oldottak meg, nem az volt a lényeg, hogy bonyolultakat megoldottak, hanem hogy rendszerbe szervezték a tudásukat, és ennek a hatása mai napig érződik az egész tudományon. A csúcspontja a görög geometriai rendszereknek, Eukleidésznél az elemek című művében e, található. Eukleidész elemek című műve ez egy sok kötetes e, tanulmásorozat, amelynek csak egy része e, foglalkozik a geometriával. Sok, a tudomány sok elemét gyűjtötte össze Eukleidész ebben a művébe de sok része, de leginkább a geometriai része szó szerint év ezeretekig alapmű lesz. Tanuljuk majd, hogy csak az 1800-as években sikerül elvileg újat hozzátenni, tehát egy másféle geometriai felépítést összehozni, ez a magyar bolyai János nevéhez fűződik majd. Erről majd részletesen tanulunk. De még egyszer, 2000 évig, eukleidész elemek művének a geometriája volt, a geometria csúcsa. Méghozzá azért, mert egy nagyon következetes, úgynevezett axiomatikus felépítést használ Eukleidész, és a későbbi tudományos elméleteknek is mind-mind az volt a célja, hogy ezt az állapotot elérjék a logikai felépítés finomságában. Nos hát mi is ez az axiomatikus felépítés? Az a gondolat, ezt tetszett nagyon a görögöknek. Néhány alapvető fogalmat és néhány alapvető szabályt fektetünk le az elején, amit annyira nyilvánvalónak gondolunk, hogy nem is szorul bizonyítása vagy magyarázatra, és az összes többi dolgot, az összes többi tételt ebből vezetjük le. Eukleides geometriája 23 definícióval kezdődik, amiben az első négyet ide beírtam például pont az, aminek nincs része. A vonal szélesség nélküli hosszúság. A vonal végei pontok. Hát itt megjegyzendő, hogy ezt egy olyan fordításból vettem, ahol vonalnak fordították azt a fogalmat, amit Eukreidész használt. A mai szóhasználatban lehet, hogy inkább szakasznak kellene nevezni, de sokszor így fordítják ezt. Semmiképpen nem keverendő az egyenessel, a végtelen hosszúságú egyenessel. És itt van még 23 más definíció. Elmondja Euclidész, hogy milyen fogalmakat használ. Aztán van 5 posztulátum, ami, ami öt egyszerű szabály ezen, ezen definíciók által definiált dolgok között. Például az első, minden pontból minden ponthoz egyenes húzható. Bármely két pontot összeköthetek szakasszal. És, ha van már egy vonalam, egy szakaszom, akkor az egyenesében folytatólag meghosszabbítható akármennyire. Vagy bármilyen középponttal, bármilyen sugárral tudok kört rajzolni. Vagy minden derékszög egy, egymással egyforma. Hát milyen Csacskaságnak tűnik, hogy ezt le kell fektetni, de a görögök ezt szerették, hogy ennyire nyilvánvaló alapigasságokból induljunk ki, és hogyha ezek nyilvánvalóan igazak, akkor minden ezekből levont következtetés is igaz lesz. Aztán az ötödik postulátum, amire majd bolyainál nagyon kitérünk majd, az látjuk, hogy kilóra is sokkal hosszabb, egy maga olyan hosszú, mint a másik négy együtt. Ha két egyenest úgy metsz egy egyenes, hogy az egyik oldalon keletkező belső szögek két derékszögnél kisebbek, akkor a két egyenes végtelenül meghosszabbítva azon az oldalon találkozik, ahol a szögösszeg derékszögnél két derékszögnél kisebb. Na hát ezt majd ö, megnézzük akkor, de most szeretném röviden leskiccelni. Itt van a két egyenes, metsz őket egy harmadik egyenes, és ha ennek meg ennek a szögnek az összege kisebb, mint két derékszög, hát 180 fok, akkor ezen az oldalon ezek az egyenesek majd valahol metszik egymást. Erről szól ez az ötödik posztulátum, később majd mutatok erről szebb ábrát is. De befejezve, és a posztulátumokon kívül még volt 9 öt, 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 axióma, amik ugyanazzal egyenlők, egymással is egyenlők, ha egyenlőköz egyenlőket adunk hozzá, az összegek egyenlők maradnak, és nem olvasom föl, itt van még kilenc axióma. A 23 definíció, az 5 posztulátum és a 9 axióma mondjuk egy A4-es lapon egy oldalon kifér, hogyha kisbetűkkel írjuk, ha nagyobbakkal, akkor két oldalán kifér és itt jött Eukleidésznek a fantasztikus műve, nem csak az elvet fektette le, hanem konkrétan meg is mutatta, hogy ezekből a röviden összefoglalható alapszabályokból az egész ismert geometria levezethető. És pusztán ezekből egymásra épülve egyre bonyolultabb és bonyolultabb tételeket bizonyított, bizonyítva, Fölépítette a teljes geometriát. Nézzük csak. Itt egy ilyen épületszerűen mutatom be. Az épület alját a posztulátumok és axiómák alkotják, tehát az alapszabályok. És mondjuk azt mondom, hogy veszek két posztulátumot, és azokból bebizonyítok egy tételt. Aztán másokból egy másik tételt bizonyítok be. Ezekből a tételekből még bonyolultabbakat, aztán még bonyolultabbakat építek föl. Ezek a zöld nyilatság itt a bizonyítások. Minden egyes bizonyítás egyel bonyolítja ezt az épületet. A legalsó szinteken nagyon egyszerű tételek vannak csak. Például, hogy a csúcsszögek egyenlőek. Vagy ha két háromszög oldalai páronként egyenlőek, akkor a szögeik is egyenlőek. Ezek már tételek, bár nagyon nyilvánvalónak tűnnek, de nincsenek benne az axiómák vagy a postulátumok között, ezt már úgy kell bebizonyítani. Kicsit fentebb ebben a logikai épületben már bonyolult tételek is vannak. Például a Pitagorasz tétel is levezethető pusztán a postulátumok és axiómák használatával, vagy a táléztétel, amiről mindenki tanulhatott. E, még magasabban, pedig olyan bonyolult tételek vannak, amit a legmagasabb szinten képzelt görög filozófus matematikusok ismertek, de még a mai, szinten, mai matematikus képzésben is ezek a kőkemény részei a képzésnek, hogy megmutatni, hogy tényleg az egyszerű axiómákból milyen bonyolult tételek vezethetők le. Tehát a mai ember logikai képességét is próbára teszi az, amit Eukleidész akkor, több mint 2000 évvel ezelőtt véghez vitt. Ez az egyik bizonyíték számomra a lege, az, az első órán mondott alapelvre, hogy a régi ember ugyanolyan okos volt, mint a mai. Csak legfeljebb kevesebb előismerettel rendelkezett bizonyos témából. Szóval ennek a logikai épületnek a fölépítése, Ma is csak a legabsztraktabban gondolkozó emberek számára lehetséges. Még egy fontos dolog, nincs legfelső szint, akárhány tétel levezethető. Persze az a kérdés, hogy van-e ennek értelme, de minden esetre elvileg végtelen sok tétel bizonyítható ennek ö, ö, ezen rendszeren belül. És ami még fontosabb, az axióma rendszer, Lehetőséget ad arra, hogy ha fölmerül bennünk egy ötlet, eldöntsük annak igaz, vagy hamis voltát. Ha le tudjuk vezetni az axiomákból, akkor igaz, hogyha az ellentétét tudjuk levezetni, akkor hamis az a tétel. És ezt tetszett meg a görögöknek. Minden ö, tudományban erre törekedtek, hogy alapvető igazságokat tegyenek meg ö, alapelveknek és helyes logikai lépéseket hajtsunk ezekkel végre, és akkor az egész elmélet helyességében biztosak lehetünk. Olyan tételeket is bizonyíthatunk így, ami magunktól leszünk se jutott volna, és egyértelmű egy ilyen rendszeren belül eldöntet, eldönthető, hogy levezethető vagy nem az akciómákból és azóta is ez a végző célja a tudományos elméleteknek. Látni fogjuk, hogy mondjuk Isaac Newton is a Principia című könyvébe, ahol a mechanika alapjait írja le, ott is axiomákat, definíciókat és tételeket ír föl. Nos, ez volt a görög matematika csúcsa, mondhatni, ez a logikai felépítés, Eukleidész esetén, de azért rengeteg további eredményük volt, amiről csak azért beszélünk keveset, mert ez fizika történet óra, de néhányat muszáj megemlíteni. Például Archimédész. A terület és térfogat számításban alkotott nagyot lényegében az integrál számítás előfutára volt az, amit Archimédész elkövetett a terület és térfogat számítás témakörében általános módszert adott, amivel például a parabola és sok egyéb görbének a területét határozta meg, és ő volt az, aki a gömb és a kúp térfogatának a képletét e, levezette. Ő neki köszönhetjük ezt, ezeket a formulákat. Aztán e, Archimédész például a pi értékét is addig a legnagyobb pontossággal e, adta meg. Azt mondta meg, hogy a pi e, 3 plusz 1071 és 3 plusz 17 között van. Itt láthatjuk a mai ö, tizedes törtes jelölésben, 3,1408 és 3,1428 között van, és valóban ez igaz. Figyeljük meg ezt a precizitást, hogy nem mondott egy közelítést Archimédész pusztán, hanem mondott egy alsó és felső határt. Illetve, ahogy említettük, Archimédésznél bukkan föl először a tízes alapú helyi értékes jelölésnek a gondolata, de aztán ő nem vitte végig ezt már. Néhány további eredmény az ókori görögök, görög geometriából. Például egy Apollónius nevű matematikus a kúp szeleteket tanulmányozta. Itt van egy kettős kúp, és ezt egy ferde, különböző helyzetű síkokkal elmecve, a kúp szeletek különböző alakokat adnak ki. Például merőlegesen a tengelyre, kör, köröket kapunk, általános ferde helyzetben ellipszist, hogyha úgy metszük, hogy a metszősik éppen párhuzamos a ö, kúpnak az egyik alkotójával, akkor parabolát kapunk, ö, végül, hogyha a az párhuzamos a tengelyel, a szimmetria tengelyel, akkor hiperbolákat kapunk. Ennek majd a középkorba lesz értelme, lesz különös jelentősége, amikor ugye rájönnek, hogy a bolygók ellipszis pályán keringenek, és addigra már a görögök által kidolgozva megvannak ezeknek a görbéknek a pontos leírási módszerei. Aztán néhány érdekesség, a görögök, ugye említettem, hogy szerkeszteni szerettek, nagyon, a számoláshoz nem annyira, számolás azt nem annyira szerették például az irracionális számok miatt, de belefutottak néhány olyan problémába is, amit Eukleidész módszerével, tehát amikor csak egyenes vonalzót, körzőt és ceruzát lehetett használni, ezzel a módszerrel nem tudták megoldani, és nagy fejtörést okozott nekik, ö, például a következő három probléma. Azt mondták, hogy adott a, az első ilyen probléma a kocka térfogat kettőzése. Adott egy kocka élhossza. Szerkeztük meg azt az élhosszat, amely a kétszer ekkora térfogatú kockához tartozik. Mai jelöléssel a köbgyök kettőszöröst hogy lehet megszerkeszteni. Érdekes, hogy a gyök kettőszöröst egyszerű megszerkeszteni, egység négyzet átlója, de a köbgyök kettőt azt, azt nem, nem tudták a görögök megszerkeszteni Eukleidész módszerével. Más módszerekkel, ami mindenféle trükköt használt, ment, de az euklideszi rendszerben nem fér bele. Vagy szöget mindenki tanul felezni, de szöget harmadolni még a nagy görögök se tudtak. Vagy a nagyon nevezetes dolog a kör négyszögesítése. Szerkeztük meg egy adott körhöz a vele egyező területű négyzetet. Ez egy egyszerűen kitűzhető feladat, de nem tudták megoldani eukleidészi módszerekkel a görögök, és érdekes, hogy csak a 18-19. században sikerült sorra bebizonyítani erről a háromról, hogy nem is oldhatók meg ezek eukleidészi módszerekkel. Tehát a görögök nem ügyetlenek voltak, hanem túl bekorlátozták magukat ezzel az egyenes vonalzó körző és ceruza módszerrel. Persze, egy babylóni matematikusnak nem okozott volna a harmadolás gondot. Leméri, hogy hány fok, elosztja hárommal, legfeljebb valami véges pontosságú a mérés, meg az osztás is, és akkor szépen azt mondja, hogy itt van, akkor ennyi fokos. De a görögök, akik exaktú szerettek volna szerkeszteni, ö, ő nekik beletörött a bicskájuk ezekbe a problémákba. És végül... Zárásként egy prezentációs oldalnyi értékelés az egész ókori geometriáról. Nagyon nagy érdeme, hogy megjelennek az első nagy egybefüggő gondolati rendszerek, ugye például geometriában Eukleidésznek az axiomatikus rendszere. Aztán nagyon sok példán keresztül kiderül, hogy a matematika jól alkalmazható a valóság leírására gondoljunk mondjuk a pitagor, Pitagóreusokra és a zenei összhangzattan alapjaira, és nagyon sok gyakorlati alkalmazásuk volt, tervrajzok, szerkesztések, illetve hát az elemi számítások, mondjuk, amik ö, inkább Babilonra voltak jellemzőek. Hiányosságok. Hiányzik a könnyen használható számjelölés, mert ö, ugyan van fejlődés, de végül is nem tudták összehozni nem tudtak összehozni egy aféle egyszerű és kézzel fekvő számjelölést, mint a mai tízes alapú számjelölésünk ezért nem tudtak bonyolult műveletekből sokat elvégezni azért a babiloniak egész jók voltak de, de a mai az még jobb jelölés lenne és még egy hiányosság, hogy nagyon szűk réteg ismeri a matematikát, ezért kevés helyen alkalmazzák csak a csúcs tudósok a csúcs filozófusaik is tudtak jól bánni a matematikával és ezért kevesebb helyen alkalmazták azt, mint ahogy lehetett volna de ennek ellenére hatalmas eredményei vannak az ókori matematikának és ez fog egy jó alapot adni arra hogy a fizika is fejlődni tudjon mert a matematika a geometria és a számítások jó jelölésrendszert, jó kódolást adnak a természeti jelenségekhez. Köszönöm a figyelmet!